Gáz van? Mindenkinek valami felmerül, mindenkinek eszébe jut erről valami, hogy pontosan mit jelent az, hogy gáz van. Gáz van a világban, gáz van a Földön. Melyek azok a területek a világban, a környezetünkben, ami azt mondjuk, hogy gáz van? Ez a kis kép azt mutatja, hogy ha az összes területet, amire azt gondolnánk, hogy gáz van, szépen lefestegetnénk, maradna szabad felület a Földön. Lenne olyan felület a Földnek, amire azt mondjuk, hogy az az mi tudatunkban, mi gondolatunkban nem gáz. Mi van a politikával? Mit gondolunk a politikáról? Lehet ez a magyar politika, a világpolitika? A politika egy nagy gáz az életünk. Igazából nem tudunk belefogni, nem tudunk beleszólni, és nem tudom, hogy teszünk ezért valamit, hogy megváltoztatjuk. Mi van a munkahelyünkön? Mit teszünk a munkahelyünkön? Van a munkahelyünkön olyan pont, amire azt mondjuk, hogy ez nem gáz. Vagy az összes területre azt gondoljuk, hogy ez gáz. Gáz a főnököm, gáz a beosztott, gáz az ügyfél, mindenki. Mi van a családunkban? Mi történik a családban? Ott is millió sztereotípia alapján azt mondjuk, hogy gáz az anyósom, gáz az apósom. A szlájdon jól látjuk, hogy a család ott szinte mindenkivel gáz van. Mi történik az egyéni életünkben, az egyéni világunkban, a pénzügyi helyzetünkkel? Most itt a válság közepén, vagy derekán végén, igazából nem tudjuk eldönteni, szerintem nagyon kevesen tudják eldönteni, mindenki a gazdasági helyzetét gáznak érzi. Mi a megoldás? Ki az, aki gondolkodott azon, hogy mi a megoldás? Mik azok a területek, amin tudunk változtatni, akarunk változtatni? Nem kell arra gondolni igazából senkinek, hogy űrhajóba ülni és elhagyni az országot, felmenni az űrbe, űrhajóssá válni. Sokkal egyszerűbb, kisebb lépésű változtatásokra van szükség. Olyan változtatásokra, ami itt van előttünk, mindenki látja, mindenki fel tudja, mit kell tegyen. Én gyerekkoromtól az autókkal foglalkozom, nagyon szerettem az autókat. Kisiskolás, nagyiskolás koromban is autószerelő szerettem volna lenni. Egy elég közeli kapcsolatom alakult ki az autókkal. Minden autót szétszedtem, összeraktam, mindenkinek segítettem összerakni, aki nem tudta összerakni a baráti társaságban. Nagyon bensőséges viszonyom van az autókkal, ez a viszony mára is megmaradt. Tehát ma is a közlekedéssel és az autókkal foglalkozom. A gyerekkorom egyik autója, amit százszor szétszedtem, aminek a hajtáslánca volt a legérdekesebb számomra, hogy már elektromos hajtással ment az autó, ami mai világunkban még elérhetetlen szinte. Visszatérünk az autókra. Igazából az autó az, ami meghatározza az életünket. Minden ember életében az autó a központi szerepet tölt be. Nem tudunk az autó nélkül élni, ide jutott a világ. Ma a világon 1 milliárd autó közlekedik. Figyeljünk a számokra, tehát 1 milliárd autó közlekedik. Azt jelenti, hogy 100 évvel ezelőtt 1 milliárd ember élt a Földön. Ma 1 milliárd autó közlekedik, aminek az összes káros hatásaival együtt. Nem tudjuk elképzelni ma már, hogy autó nélkül valamit is el tudjunk élni, valahol el tudjunk jutni. Nagyon érdekes vagy furcsa helyzet lenne, ha valaki el szeretne menni autó nélkül tömegközlekedéssel mondjuk egy vidéki városba. Nem tudom, gondoljátok végig, órákban lehet, hogy napokba tenne Magyarországon, de szerintem Európában is. Az autóval kapcsolatban két dolgot kell kiemelni. Az egyik az a személyes kapcsolatunk, hogy mit jelent számunkra az autó, miért fontos a mi életünkben, a másik pedig az autó mennyiség miatt mit okozunk a környezetszennyezéssel a Földünknek. Ki az, aki ezen elgondolkodott valaha, hogy ha beül az autójába, az mit jelent számára? Mit jelent számára költségben, mennyit költ az üzemanyagra, mit jelent számára környezetvédelmi oldalon, mennyi környezetkárosító gáz tereszt ki a légkörbe. Egy átlagos futás teljesítmény Európában 20 ezer kilométer, gyakorlatilag 20 ezer kilométerre számolt üzemanyag költséget költünk el, és a 20 ezer kilométerrel számolt széndioxidot juttatunk a légkörbe. Pár szó széndioxidról.
Ki az, aki tudja, hogy az autó egy kilométer alatt hány gram széndioxid bocsát ki? Ki az, aki úgy vásárol autót, hogy megnézi a katalógusban, hogy mennyi a széndioxid kibocsátása? Ki az, aki azt nézi, és az alapján dönt, hogy autót vesz, nem pedig azt nézi, hogy mekkora teljesítménye, mekkora nyomatéka? Tehát, hogy nagyon kevesen vagyunk így. Gyakorlatilag az autó katalógusokban szereplő számok, azok már úgy jelennek meg előttünk, mint a gyerekkorunkban az autós kártya, hogy vagy a legkisebb visz mindent, vagy a legnagyobb szám visz mindent. A marketing eszközöket a számok. Hogy helyre tegyem ezt a dolgot, bemutatom, hogy egy átlag autó, egy max 2-3 éves autóról beszélek, durván 200 gram per kilométer a széndioxid kibocsátása, ami nagyon alacsonynak számít. De a 20 km megtételéhez 4 tonna széndioxidot bocsátunk ki. És szorozzuk be 1 milliárd autóval, az 4 milliárd tonna széndioxiddal szennyezik a környezetünket. Mit jelent a széndioxid szennyezés? A széndioxid ma az üvegházhatást okozó gázok egyik legfontosabb gáza. Én nem szeretnék ilyen Greenpeace-es előadást tartani erről, mindenki tudja, hogy gyakorlatilag a globális felmelegedés okozója. Az elmúlt 100 évben durván 1 Celsius fokkal nőtt a átlag felmelegedés, ez a jelenti a tenger felmelegedést és a légkör felmelegedését is. Visszatérek az 1 milliárd autóra. Mi is az 1 milliárd autó jelentőség az életünkben? Mivel az autót nem tudjuk elhagyni, tehát az autó, mint közlekedési eszköz itt van előttünk, és nem tudunk átszállni valamilyen más járműre, ezért azt kell megvizsgálni, hogyan tudnánk ezt a hatást csökkenteni. Mindenki arra gondol ma, hogy benzinnel, gázolajjal közlekednek az autók. Senkiben nem merül fel, vagy legalább nagyon kevés emberre merül fel, más megoldás, olyan megoldás a közlekedésre, ami itt hever előttünk, csak észre kéne venni, meg kéne csinálni. A két alternatíva, az egyik a benzin és a gázolaj, másik alternatíva pedig a gázüzem. Ki az, aki hallott a gázüzem autózásról Magyarországon? Ah! Ennek nagyon örülök. És ki az, aki gázüzem autóval jár? Így meg kevésbé érdekes a kérdés. Pont erről szeretnék beszélni, hogy mik azok az okok, miért nem veszük észre, és miért nem használjuk ezt az üzemanyagot. Az első oka a gázüzem használatának előnyeivel kapcsolatban az, hogy a családi költségvetést nagyban csökkenti. Tehát gyakorlatilag 60%-ba kerül a gázüzemanyag a benzinhez képest, emiatt egy átlag család havonta 40-50 ezer forintot tud megspórolni. Mind a mellett, hogy a széndioxid kibocsátása az 20%-kal csökken, tehát ha visszaszámoljuk ezt a 4 milliárd tonnát, és annak a 20%-át megspóroljuk, ha gázon járunk, tehát évente 1 milliárd tonnával tudunk csökkenteni a széndioxid terhelést a légkörben. Mindenki előtt itt van a választás lehetősége, hogy benzinnel jár, vagy gázzal jár. A megtakarításra visszatérve a 20 km-nél, ha 40% a megtakarítás, akkor ez gyakorlatilag egy család életében évente 500 000 forintot jelent. Miért nem használjuk ki? Mi az oka ennek? Miért vagyunk ellene, és miért nem vesszük észre, hogy lépni kellene, tenni kéne ezért valamit? Ez egy autógáz tankolásos kép. Gyakorlatilag a tankolás ugyanolyan módon történik, mint a benzintankolás, ugyanannyi ideig tart, mint a benzintankolnánk. Ami még fontos adat, Magyarországon több mint 500 töltőállomáson érhető el a gázüzem. Nincs olyan hely Magyarországon, hogy 20 kilométernél többet kéne autózni ahhoz, hogy tankolóhelyet találjunk. Nincs Európában olyan ország, ahol nem lenne elérhető a gázüzem. Sőt, nincs Amerikában, nincs Japánban. Mit jelent a széndioxid csökkenés, ha gázüzemi autót használunk? Ugye ezt beszéltem, 0,8 tonna, tehát a 20 megtakarítás 0,8 tonna megtakarítás jelent egy autó esetében. Ez annak kapcsán nagyon érdekes szám, hogy gyakorlatilag 50 évente 20%-kal nő a széndioxid terhelés a
a légkörnek. Ez egy magyar valóságos állapot, így néz ki ma Magyarországon a közlekedés. Smog, büdös, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Mindenki biztos elképzelte már, hogy hogy történne akkor, ha úgy menne át a városon az autójával, hogy nem kéne azon a belső levegőkeringetést kapcsolni, hogy nem jöjjön be a büdös, utána lepárásodik az ablak, sír a gyerek, mert hogy nem kap levegőt, aztán lehúzok, akkor megint bejön a gáz. Tehát egy őrült macera, ha egy busz után megyünk, vagy egy idősebb terrautó után, akkor inkább megáll az ember, és megvár, hogy jó messzire elmenjen, vagy leelőzi. Ez egy amerikai kép. Amerikában a tömegközlekedésben futó autókra, hogy gázüme járjanak, óriási adókat vetettek, adócsökkenést vetettek ki, hogy a közlekedés az így nézen ki, tehát úgy közlekedjenek az autók az autópályákon, mint hogyha nem is bocsátanák ki semmilyen káros anyagot. Ez egy bécsi példa. Bécsben például a tömegközlekedésben futó buszok, összes busz gázüzemű. Nincs meg az a hatás, mikor a busz megállóban állunk, és elindul a busz, és akkor ránk tolja azt a nagy smogot, meg a nagy büdös, a nagy kormot. Gyakorlatilag ezek a gázüzemű buszok szinte csak párát eresztenek ki, nem eresztenek ki semmilyen káros anyagot. Amiben lehet fejlődni, a szemétszállítás. Számos európai országban úgy működik a szemétszállító autó, hogy a szeméttelepen összegyűjtött gázzal hajtják. Gyakorlatilag ingyen autóznak ezek az autók, nem bocsátanak ki kormot, valamint sokkal csendesebben járnak. Tehát reggel nem ébreszti fel az embert. Egy választás előtt állunk, el kell döntsük, hogy melyik irányba megyünk. Egy választás előtt állunk, folytatjuk azt az utat, hogy a 2-3 milliárd autó a megszokott üzemanyaggal közlekedik, vagy felvesszük, ami előttünk hever megoldás, és elkezdünk a gázüzemmel foglalkozni. Tudom jó, hogy van számos megoldás, üzemanyagcella, hidrogén, stb., csak azok még hol vannak? Van értelme arra várni, hogy 5-10-20 év múlva majd én elektromos autóval fogok járni, mikor itt van előttem egy ilyen megoldás, amivel segítem a családi vagy céges költségvetést, valamint segítem a környezetvédelmet. Egy pár autót szeretnék bemutatni, ami gyári változatú gázüzemautók. Jól látszik az autóképeken, hogy megmaradt a benzintartály, és bekerült egy gáztartály. Gyakorlatilag ezek az autók kettős üzemmel működnek. Ez egy Dacia Sandero, ez is gyári változatú gázüzemautó. Azt kell tudni, hogy az útlagos átalakított autók ugyanez a rendszerre kerülnek beszerelésre. Semmi különbség nincs. Tehát a minőség, használhatóság, egyéb szempontból semmit nem változnak ezek a gázrendszerek. Mitől félünk? Ugye beszéltünk ma már a sok negatív sztereotípiától, amitől meg kéne szabaduljunk. Az egyik ilyen sztereotípia, hogy mi történik, ha egy gáztartályom az autómba, összeütközök valakivel, biztos meghalunk, meghal a család, felrobbanunk, stb. Millió töréstesztet végeztek ezeken az autókon, addig, amíg a benzintartály törésteszt alapján begyulladt és felrobbant, addig a gáztartályom semmi baja nem esett. Így helyezkedik el egy gáztartály pótkerék helyén, amiből készül, ellenben a benzines műanyag tartályokkal. Ha kigyullad a gázüzemű autó, akkor van benne egy ilyen biztonsági szerelvény, ami megakadályozza azt, hogy felrobbanjon. Ez egy olyan profi kis szerkezet, ami minden esetben biztonságot ad, biztonságot nyújt nekünk abban, hogy felrobbanjon a gázüzemautónk. Ez ütközéskor is biztonságot ad, és kigyulladás esetén is biztonságot ad. Gondoljátok, hogy van ilyen egy benzines autóban? Nincs. Igen. A mindegyik gázüzemautó kettős üzemű. Ez azért fontos, elmondjam, mert sokan attól félnek, hogy innentől kezdve nem tudnak majd benzint tankolni, nem tudnak benzinnel járni. Van az utastérben egy kapcsoló, át lehet váltani, hogy vagy benzinnel, vagy gázzal üzemeljen az autó. Intelligencia van a gázrendszerben, hogy mindent megtesz azért, hogy inkább gázzal járjunk, ne pedig benzinnel.
visszatérve erre a képre, itt látszik, hogy benzint is tudunk beletankolni, és autógáz. A teljesítmény adatok kapcsán merül fel, hogy egy gázos autó nagyon gyenge, romha, nem megy. Mi is végeztünk egy 50-60 mérés mindenféle autótípuson. Ilyen 2-3%-on belül van a teljesítmény eltérés a benzin, a gázüzemnek a benzinüzemhez képest. Egy kis kitekintést szeretnék mutatni így a végezetül, ami nagyon bosszant, és nagyon bosszantó lett számunkra, hogy azokban az országokban, ami kb. Azonos gazdasági fejlettségen van, mint Magyarország, például Lengyelország, Csehország, 20%-on futnak, az autók 20%-a gázüzemmel fut. Magyarországon el tudtuk érni 20 év alatt, hogy a gázautók száma 3%. Itt van előttünk a lehetőség, itt van előttünk a tankolási lehetőség, itt van előttünk a megtakarítás, itt van előttünk a környezetvédelem, és nem veszük észre. Nem veszük észre, hogy mit kéne tenni, mi a teendőnk. Lehet, hogy erre lenne szükségünk, hogy valamilyen politikai, kormányzati program induljon, vagy valamilyen útmutatás, hogy esetleg a magyar miniszterek gázüzemű autóval járjanak, úgy, mint Angliában vagy Amerikában. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy szerintem gáz van, és azt is szeretném mondani, hogy gáz van. Köszönöm.